Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves nézőket, Önök az Infotelevíziót látják. Kérem tekintsék meg műsorajánlónkat. Elsőként térségi és országos hírekkel, majd a programajánlóval jelentkezünk. Stúdiónk vendége volt Illés Ibolya. Ha a testület összefogó, ezeket el lehet érni. Tehát én, amiket oda leírtam ebbe a programba, ezek nem olyanok, ami ígérgetésről szól, hanem én ebbe hiszek, hogy ezeket a programokat igenis meg lehet valósítani összefogással. Tehát nem mindegy, hogy kik a képviselőtestület tagjai, mert ha közös a cél, vagy legalábbis az elején az ember elmondja, hogy mit szeretne, és ezt tudja egyeztetni a többivel, akkor közösen ez megoldható. Sümegiekkel a Sümegért családi napot tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete. Tehát nyilván a vállalkozók is sorolják a problémáikat, hogy miben tudnék én adott esetben, mint egy kormánypárti polgármester, hogyha a választások úgy alakulnak, vagy akár most is, mint kormánypárti politikus a megyegyűlésben segíteni nekik. Az Ajkai Fidesz-KDNP lakossági fórumot tartott szeptember 12-én Ajkán. A rezsicsökkentéseknek köszönhetően, itt jól láthatjuk, hogy megfordult a trend, Magyarország fizeti a negyedik legalacsonyabb árat az Európai Unióban a villamosenergiáért. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy vitathatatlan eredmény, tehát a rezsicsökkentésünk egy vitathatatlan eredménye, hiszen jelentős előrelépés történt, és fontos felhívnom arra is a figyelmet, hogy ezek az adatok 2013. novemberi adatok, tehát a 2014. évi a villamosenergiának ez évi szeptemberi csökkentése még nincs benne. KEV csinálóként kérem tekintsék meg a tavalyi fájdalmas szezonja búcsú összefoglalóját. Én már jönnek felelő távolságba, külön egy-egy csoport imádkozva és kérem. Ez a transzsír tényleg olyan káros? Hol találhatjuk meg, és hogy kerülhetjük el? Nézzük a tényeket. A természetes transzsírok a kérődző állatok bendőjében keletkeznek. A mesterségesek pedig a növényi olajok hidrogénezésével jönnek létre az élelmiszeripari feldolgozáskor. A mesterséges transzsírok fogyasztása olyan súlyos betegségekhez vezethet, mint az agyvérzés, a szívinfarktus, a daganatos megbetegedések, a hasi elhízás, vagy a meddőség. Transzsír nagyon sokféle élelmiszerben van. Legyünk különösen óvatosak a kekszekkel, a csokis bevonókkal készült édességekkel, a péksüteményekkel, a mártás és levesporokkal, a kávéfehérítőkkel, a flakonos tejszínhabokkal, illetve a gyári salátaöntetekkel. Transzsíros élelmiszer az, amiben részlegesen hidrogénezett növényi zsír, zsiradék vagy olaj van. Ezeket a termékeket mindenképpen kerüljük. A most hatályba lépett rendelet eredményeként Magyarországon körülbelül 6000-rel kevesebben halnának meg évente. Dönts helyesen! Egyél transzsírmentesen! Kérem tekintsék meg aktuális híreinket! Az október 12-i helyhatósági választásban érdekelt jegyzők, hivatalnokok ültek össze Veszprémben a megyeházán. A voksolás zavartalan lebonyolítása érdekében egyeztettek. Kiemelt súllyal foglalkoztak az informatikai feladatok, a pénzügyi elszámolás vagy a korábbi választások tapasztalatainak megvitatásával. Az önkormányzati választások vonatkozásában jelentős törvényi változás nincs. A mai nap az első olyan értekezlet, ahol a megyehelyi választási iroda vezetőit hívtuk össze, és vitatjuk meg azokat a szakmai kérdéseket, amelyeket figyelembe kell venni. Ennek a választásnak az az érdekessége, hogy több választás zajlik le párhuzamosan egymás mellett. Most kerülnek megválasztásra a polgármesterek, települési képviselők, a megyei közgyűlés tagjai, és
ezzel párhuzamosan nemzetiségi önkormányzati választások is folynak. Tehát egy olyan bonyolult igazgatási munka kezdődik meg, amely mindenképpen indokolja, hogy azokat a szakmai kérdéseket, amelyeket figyelembe kell vegyük, közösen megbeszéljük. A szakmai kérdések megvitatása azért szükséges az érintettek szerint, mivel összetett igazgatási munka van a választás hátterében. Ezért, a megyei főjegyző elmondása szerint, próbálják feltárni a jogértelmezése során, mi nem egyértelmű a választási irodák munkatársainak. Az országgyűlési és európai parlamenti képviselő választásoknál jól vizsgázott informatikai rendszert alkalmazzák most is, viszont 31 gép telepítésével a megyében tovább erősítették az infrastruktúrális hátteret. Magyarország köztársasági elnöke október 12-e vasárnapra tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásának időpontját. Sümegiekkel Sümegért családi napot tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete, a Polgári Önképzőkör és a Vállalkozói Baráti Kör szeptember 13-án. A délelőtt 10 órakor tartott értekezleten úgy döntöttek, hogy a koncertek a művelődési központban, míg a többi esemény az intézmény udvarán lesz megtartva. Vég László, a párt polgármesterjelöltje elmondta, a családi nap célja, hogy az emberekkel kötetlen formában tudjanak beszélni arról, hogy hogyan is látják ők a város helyzetét és milyen igények merülnek fel a lakosságban. Erre az estére a szervezők Horváth Charlie, Telusa Johnt és Wolf Katit hívták meg. Mi szeretnénk meghonosítani azt egyébként, hogyha folyamatosan lennének valóban lakossági fórumok, olyan fórumok, ahol az emberek elmondhatják, hát nem ügyes-bajos dolgaikat nyilván, tehát nem elsősorban a személyes bajaikat, hanem az olyan dolgokat, amik valóban a várost is érintik. És ilyen dolgokról beszélgettünk, tehát elsősorban nyilván ez már talán unalmasnak is tűnik, de hát a munkahelyek hiánya Sümegen, erről beszéltünk, hogy vajon milyen lehetőségek vannak, és milyen időn belül munkahelyeket teremteni. Ezt a legsürgetőbb kérdés, ezt ők is így látják, mi is így látjuk. Hát aztán természetesen nagyon sok minden szóba kerül, általában a közművek, az utak állapota. Ugye a csapadékvízről is sokat beszéltünk eddig, a csapadékvíz tényleg a város egy némely részén égető probléma. Itt elsősorban a 84-es feletti területre gondolok, ahol valóban az élet minőséget gyakorlatilag rontja ez a dolog. Tehát a Selkút fölötti terület, a Vadrózsa utca környéke, ezt meg kell oldani nagyon sürgősen, és én ezt meg is ígérem az ott lakóknak, hogy ez nagyon rövid időn, belátható időn belül megoldásra fog kerülni. A 84-es úttal is lennének teendők, gyalogátkelő helyeket létesíteni, hogyha aluljáróra, új aluljáróra, hát nem is telik, az biztos, hogy egy-két éven belül nem futja. Vállalkozók is sorolják a problémáikat, hogy miben tudnék én adott esetben, mint egy kormánypárti polgármester, hogyha a választások úgy alakulnak, vagy akár most is, mint kormánypárti politikus a megyegyűlésben segíteni nekik. A 100 éve kezdődött első világháborúban megsebesült, fogságba esett és elhunyt hősökre emlékeznek Tapolcán, szeptember 20-án, 13 órakor a Hősök terén. A programon hagyományőrző huszárok felvonulását követően kulturális műsorszámokkal emlékeznek meg. Császár László polgármester köszöntője után pedig a hősi emlékű megkoszorúzásával, valamint a hagyományőrző huszárok díszmenetével zárul az ünnepély. Felnőtteket és gyermekeket egyaránt várnak hétfőtől péntekig 9-től 16 óráig a Mackó barlangba egy interaktív játékos kiállításra, a Voke Batsány János Művelődési és Oktatási Központba, majd egy gombóc mackófagylaltra a Borostyán cukrászdába. A Voke a Borostyán cukrászda támogatásával ISF szabadtéri csengetős moziba várja a filmrajongókat, a Valahol Európában magyar filmdrámára, Tapolcán a Bacsó Béla utcai régi kertmoziba, szeptember 23-án 19 órára. Belépője egy 500 forint per fő, ha székkel érkeznek a mozizni vágyók, akkor 300 forint per fő. Szeptember 27-én 21 órakor a Kárpátia koncertezik a Vokéban. 19 órától kapunyítás, 20 órától a Határkőzenekar koncertje. Jegyek elővételben a helyszínen, valamint a Ticketportál országos hálózatában válthatóak. Jegyrendelés az interneten a www.karpatiazenekar.hu oldalon.
A Népmese hete kerül megrendezésre a Tapolcai Vas Albert Könyvtár és Múzeum gyermekrészlegén szeptember 22-e és 30-a között. Ezeken a napokon 9-től 16 óráig szeretettel várnak mindenkit, gyermekeket és felnőtteket egyaránt, aki maga is szívesen mondana mesét vagy hallgatna. A mesemondók előzetes jelentkezését személyesen vagy telefonon várják a képernyőn olvasható elérhetőségeken. A mobilitási hét és autómentes nap Európa legnagyobb környezetvédelmi közlekedési kampánya. Az önkormányzatokat fenntartható közlekedési intézkedések bevezetésére, helyi szemléletformálásra bátorítja annak érdekében, hogy polgáraik a gépkocsi használata helyett a kerékpározást, a gyaloglást vagy a közösségi közlekedést válasszák. Ennek jegyében rendezi meg Tapolcán a Csermák József rendezvénycsarnok is a programot szeptember 16-ától 22-ig. Részletekért érdemes felkeresni a rendező honlapját, illetve közösségi oldalát. Az ősz beköszöntével újraindul a 2014-2015. Évi Városi Kispályás Labdarúgó Bajnokság a Tapolcai Örökzöld Sportsziget műfüves pályáján. A szervezők várják a focit kedvelő baráti társaságok, munkatársak, közösségek jelentkezését. A nevezési határidő szeptember 22-e hétfő. Versenykiírás, jelentkezési lap megtalálható a honlapon, a Csermák József rendezvénycsarnokban, valamint a Városi moziban. A népszerű stand-up cover is Bölöcs Tibor estjére várnak mindenkit, október 7-én 19 órától Tapolcán, a Tamási Áron művelődési központban. Jegyek a helyszínen kaphatóak. Szeptember 19-én pénteken 9-től 13 óráig várnak mindenkit a Dobó Lakótelep Családjaiért Egyesület nevében, az első Tapolca Dobó Lakótelepi zsibbására, a Közösségi Ház udvarára. Kapunyítás 8 órától, helypénz 500 forint, melyet adományként az Egyesület részére bevételeznek. Minden felvonulni vágyót, érdeklődőt, nézőt szeretettel várnak a Tapolca Riszeli Szüretre, szeptember 20-án 14.30-ra. A program felvonulással kezdődik, ahol részt vesz a Jump for Fun kötélugró csoport, a Belly Flame hastánc csoport, a Csobánc népdalkör, a Raposka tánc csoport, a Monostorapáti vegyes kar, valamint a Baracsony-Tomai ezüstkőkapu néptánc csoport. A menetet kíséri a kisbíró, a nagybíró, a vőlegény, iparosok, cigányzenészek, borlovagrendek, motorosok, valamint Tiszel apraja nagyja. 21 órától az SMS együttes játszik a szüreti bálon. A Tapolcai Dobó Lakótelep Családjaért Egyesület meghirdette őszi-téli programjait. Legközelebb szeptember 26-án és 28-án makett kiállítással, míg október 5-én gesztenyés nappal várják az érdeklődőket. A Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont több programra is várja az érdeklődőket. Szeptember 26-áig tekinthető meg Bánhelyi József fotóművész Jó Szerencsét című kiállítása a művelődési központ aulájában. Szeptember 26-áig naponta 9-től 16.30-ig tekinthető meg az In Memoriam című képzőművészeti kiállítás a művelődési központ kiállító termében. Szeptember 24-én 14.30 órakor egészségügyi vetélkedő kisiskolásoknak a művelődési központ aulájában. Szeptember 26-án 14 órakor megyei nyugdíjas kórus találkozó a művelődési központ színház termében. Október 4-én 15 órától Európa nap az Agórán. Ajka város önkormányzata és a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont képző és iparművészeti pályázatot hirdett Ajka tárlat 2014 címmel. A pályázat nyílt, azon bárki részt vehet, aki képzőművészettel és iparművészettel foglalkozik. A pályázatnak tematikus megkötése nincs, az utóbbi időszakban készült alkotások közül várnak pályamunkákat, amelyeket csak kiállításra kész állapotban tudnak elfogadni. A pályaműveket több helyszínen is leadhatják. Az Ajkai Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpontban, a Veszprémi Művészetek Házában, a Fehér Megyei Művelődési Központ Művészetek Házában Székesfehérváron, valamint Bognár Imre grafikus művésznél Budapesten. A kiállítás október 17-én 17 órakor nyílik a Nagy László Városi Könyvtár és Szabadidőközpont kiállító termében. További részletek a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Szeretettel hívnak és várnak minden kedves érdeklődőt szeptember 20-án a Padrakúti Művelődési Házba a Falunap rendezvényre. 9 órától kezdődő programok változatos szórakozást kínálnak. Lesz főzőverseny, a kicsiknek ugrálóvár, lufi bohóc, vetélkedők, gyermekerobik bemutató, ének és további bemutatók.
A nap folyamán a számos produkció mellett 11 órától Répás Tamás világbajnok fakitermelő bemutatója következik. Majd az eredményhirdetést követően 14 órától kezdetét veszi a parádés padrakúti felvonulás, ahol közreműködik Ajka városi bányász fúvószenekar és mazsorett csoport. 20 órától Jos és Ivett indítja az esti bulit, majd 21 órától beveszi kezdetét a Flippers Party zenekarral. Szeptember 19-én pénteken 17 órára várnak mindenkit szeretettel a Püspöki Palotába, Enmester Katalin kiállítás megnyitójára. Köszöntőt mond Kaiser Mihály, a kiállítást megnyitja Kellei György. Közreműködik Jeszenszky Dóra, a Sümegizene iskola növendéke. Szeptember 19-én emlékeznek meg a 100 éve született Horváth Lászlóra, énekzenetanára, a Plébánia templom kántorára, karnagyra, karmesterre, Sümegváros díszpolgárára. A nap programja következőképpen alakul. 13 órától Horváth László zeneterem ünnepélyes avatása a Ramazetter Vince iskolában. 14 órakor koszorúzás a városi temetőben Horváth László sírjánál. 17 órakor Enmester Katalin festőművész, kisfaludi öregdiák, Keresztutak című kiállítás megnyitója a Püspöki Palotában. 18 órától Szentmise és megemlékezés a Plébánia templomban. A Szentmisét celebrálja Nagy József kanonok. Köszöntőt mond Rátusi Ferenc, Sümegváros polgármestere. Egykori tanítványok, Miller Lajos és Németh Géza visszaemlékezéseivel teszik még meghittebbé az ünnepét. A megemlékezést követően Horváth László emléktábla avatása volt Kálton lakásfarán. Részletekért érdemes felkeresni Sümegváros önkormányzatának honlapját, vagy a Kisfaludi Sándor Művelődési Központot. Szeptember 20-án és 21-én emlékeznek a Kulturális Örökség napjára Sümegen. 20-án szombaton 10 órától megnyílnak a palota rejtett ajtói, és az érdeklődők betekintést nyerhetnek olyan termekbe, illetve helyszínekre is, amelyek a hétköznapokban nem látogathatóak. A Püspöki Palota tisztelettel meghív minden kedves érdeklődőt a Magyar Dráma Napja alkalmából szeptember 20-án szombaton 17 órára Jankovics Marcell, Kossuth és Balázs Béla díjas filmrendező, író és grafikus művész, az Ember tragédiája című filmjének grafikáiból rendezett kiállítás megnyitójára. A megnyitót követően filmvetítésre várják az érdeklődőket 17.30-tól 20 óráig az Ember tragédiája színes magyar animációs film megtekintésére. A részvétel ingyenes. Az esőzések miatt a Sportvonal Közhasznú Egyesület szeptember 13-ára meghirdetett nyílt napját szeptember 20-ára szombatra halasztják. A program változatlan formában kerül megrendezésre, 8-tól 14 óráig kalandtúrával, gyógynövény és fűszernövény ismertetővel, bográcsozással, továbbá teniszoktatással várják az érdeklődőket a Csalogány utca 7-be. Szeptember 28-án rendezik meg a Sümegi Szüreti Fesztivált, avagy a Tiszta Forrás Göcsejtől Bakonyig első néphagyománytőrző találkozót. 14.30-tól veszi kezdetét a szüreti felvonulás, majd ezt követi a Szüreti Folkról gála. Kísérő programok, borászati bemutatók, borkóstolás, néphagyományok és mesterségek bemutatása, népi játékok, kézműves játszóház, arcfestés, légvár vár minden kedves érdeklődőt. A Püspöki Palota szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt a Kanadai Magyar Képzőművészeti Galériába október 1-én 17 órakor kezdődő programjaira. Először a Gadácsi Szijjártó Képzőművészeti Alapítvány megújult színháztermének bemutatására, illetve felavatására kerül sor, majd ezt követi egy rendhagyó történelem és művészettörténet óra, melynek témája Kanada történelme egyes állomásainak bemutatása Friedrich Hagen alkotásain keresztül. Mindezt a kiállítás megtekintése követi, majd állófogadással zárul az este. A program az alapítvány LIDET pályázati eredményeinek bemutatását célozza, amely keretében új típusú közösségi teret alakítottak ki a Püspöki Palotában. A Zene Világnapja alkalmából a Balaton Kamarazenekarat koncertet a Hotel Kapitány hangversenytermében október 6-án 18 órakor. Elhangzik Antonia Vivaldi 4 évszak, Wolfgang Amadeus Mozart, F-dur divertimento, Dél-Szosztakovics hegedű duók átiratában, Bartók Béla népi táncok. Művészeti vezető Román Mikola, további részletek a Sümegi Zeneiskolában, valamint a helyszínen. A Kisfaludi Sándor Művelődési Központ és Városi Könyvtár szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt egy beszélgetésre Müller Péterrel. Október 10-én 18 órától a szorongásról, önbizalomról, a félelmek legyőzéséről, valamint az önmegvalósításról is szó lesz. Jegyek kaphatóak a helyszínen, valamint az Interticket irodákban.
hétvégi katasztrofális időjárás okozta károk elhárítására társadalmi munkát szerveznek a Völgyparkba szeptember 20-án szombaton. Várnak mindenkit, aki tud és szeretne segíteni, 8 órától folyamatosan. Kérik, lehetőség szerint munkaeszközöket hozzanak magukkal. Hétfőnként 17.30-tól 18.30-ig várják az IKST-ben a Pilates tornára jelentkezőket. Cél, közös erővel, jó társaságban karbantartani a testet. További információk a képernyőn olvasható elérhetőségeken. Mindenik a foci elnevezéssel szeretettel várják a sportot szerető lakosokat a családi napra, szeptember 21-én 10 órától a Füves foci pályára. 10 órától fociház ünnepélyes átadó, vendég Mészői Kálmán volt válogatott labdarúgó és szövetségi kapitány MLS tag. Szeptember 27-én és 28-án kerül megrendezésre a Szent Mihály napi szüreti mulatság, ahol a színes szabadtéri programoknak a Völgypart horgásztó ad otthont. Ennek keretében rendezik meg a szüreti főzőversenyt. Nevezni tetszőleges létszámú csapattal lehet, előzetes bejelentés alapján szeptember 20-áig személyesen, illetve telefonon. Nevezési díj nincsen. A versenyben indulók saját alapanyagokból és meghatározott összegű alapanyagtérítés ellenében saját eszközökkel készítik el az ételt 30 főre, melyet pártatlan zsűri értékel. A Schröder Klub sztárja, a hazai dumagépek egyike, Lórend Barna Vestrabarna, szeptember 27-én 16 órától szórakoztatja a közönséget a nagyversonyi szüreti mulatságon. A Völgyparkban szintén szeptember 27-én 17 órától fellép Janicsák Veca, a 2010-es X-Faktor legjobb női hangja. Stúdiónk vendége volt Illési Baja. Ha a testület összefogó, ezeket el lehet érni. Tehát én, amiket oda leírtam ebbe a programba, ezek nem olyanok, ami ígérgetésről szól, hanem én ebbe hiszek, hogy ezeket a programokat igenis meg lehet valósítani összefogással. Tehát nem mindegy, hogy kik a képviselő testület tagjai, mert ha közös a cél, vagy legalábbis az elején az ember elmondja, hogy mit szeretne, és ezt tudja egyeztetni a többivel, akkor közösen ez megoldható. Sümegiekkel a Sümegért családi napot tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete. Tehát nyilván a vállalkozók is sorolják a problémáikat, hogy miben tudnék én adott esetben, mint egy kormánypárti polgármester, hogyha a választások úgy alakulnak, vagy akár most is, mint kormánypárti politikus a megyegyűlésben segíteni nekik. Az Ajkai Fidesz-KDNP lakosságú fórumot tartott szeptember 12-én Ajkán. A rezsicsökkentéseknek köszönhetően itt jól láthatjuk, hogy megfordult a trend, Magyarország fizeti a negyedik legalacsonyabb árat az Európai Unióban a villamosenergiáért. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy vitathatatlan eredmény, tehát a rezsicsökkentésnek egy vitathatatlan eredménye, hiszen jelentős előrelépés történt, és fontos felhívnom arra is a figyelmet, hogy ezek az adatok 2013. novemberi adatok, tehát a 2014. évi a villamosenergiának ez évi szeptemberi csökkentése még mind benne. Kevcsinálóként kérem, tekintsék meg a tavalyi fájdalmas szezonjog búcsú összefoglalóját. Stúdiónk vendége volt Illési Baja, aki sümegi képviselőjelöltként indul az októberi választáson. Programjáról kérdeztük. Stúdiónk vendége Illési Baja, és most nem mint védőnő ült le ebbe a székbe, hanem képviselőjelölt. Általában képviselőjelöltektől azt szoktam kérdezni, hogy miért indul el az önkormányzati választáson, de az, hogy ön a közért elkötelezett, azt már gyakran bizonyította. Néztem a programját, nem feltétlen az egészségügyre koncentrál, mi az, amit szeretne elérni? Hát, ami nem az egészségügyel kapcsolatos, hanem egyébbel kapcsolatos. Én nagyon szeretném, hogyha útjaink, járdáink járhatóak lennének. Babakocsit nem tudják tolni az anyukák, akadozik az időseknél a bothasználat.
elesnek, megállnak a séta közben. Tehát annyira rosszak a mi közutaink, hogy én erre gondoltam, hogy talán ezt a részét kellene erősíteni, hogyha sikerülne képviselő testületbe bejutni, hogy a mi útjaink járhatóak legyenek. Olvasom itt még a programjában, hogy fiatalokat megtart és az időseket megbecsülő várospolitika. Egy önkormányzat képes megtartani a fiatalokat egy adott településen? Meg tudja tartani, ha más nem egy olyan szinten, hogy ha el is mennek tovább tanulni, hisz itt a középiskola azért adott. Tehát a 8. után, hogyha minél több szülő gondolná azt, hogy a gyermek maradjon idehaza, a családon belül, a saját kis kuckójából menjen minden nap az iskolába, hogy egy egészen más töltést ad a gyereknek sümeginek lenni, itt az iskolába, itt szednie össze az élményeiket, mint hogy elmenjenek egy idegen közösségbe, egy idegen városba, és ott gondolják ki a jövőjüket. Én úgy gondolom, hogy a gimnázium ez egy nagyon fontos, sarkalatos kérdés. Itt sümegen, hogy szükségünk van nekünk a gimnáziumra, mert igenis, hogy a gimnáziumnak van egy megtartó ereje. Hogy nem mindegy, hogy reggel felkelek egy órával előbb, vagy másféle, várok a buszra és bumlizok egy órát, mondjuk ha csak a Keszthelyi iskolára gondolok, vagy pedig felkelek mondjuk 7 órakor, és akkor 3-4-8-ra beérek a helyi gimnáziumba, ahol mint a tanulók, mint pedig a tanárok ismerősek, és egy olyan közegbe érkezik, ahol ki tud bontakozni, mert számára ez nem idegen. Gyakran lehet hallani, hogy jó lenne sümegen a sétálóca, szintén benne van a programjában. Ön a két templom közé képzelte el. Miért fontos ez? Egy közösségi térrel a közösségnek a megtartó ereje is nőhet, mert mikor azt mondjuk, hogy együtt lenni jó, ez kiteljesedhet abban, hogy van egy sétáló utcánk, persze megtöltjük tartalommal, mert csak az, hogy korzózzunk ott, annak nem sok értelme van. Tehát, hogyha ott olyan lehetőségek teremtődnének, amivel oda vonzzuk a helyieket, és most nem a turistaforgalomra gondolok, hisz a mindennapokat itt a sümegi emberek élik, és nekünk az a fontos, hogy itt ez a belvárosi rész, ez olyan legyen, ahova szívesen kimennek az idősek, a fiatalok, a népkert környéke, leülnek, beszélgetnek, tehát maga a kommunikáció, maga ez a beszélgetés, ennek mindenképp van egy olyan aurája, amivel azt mondhatjuk, hogy igen, én jól érzem magam sümegén, és én szeretek itt élni. A lehetőség, egy tárház az rettentő nagy, megteremtve ezeket, itt jól érezzék magukat egymással. Szintén itt olvasom, hogy város külső és belső területe is legyen rendezett és tiszta. Ez szintén az önkormányzaton múlik? Például Tapolca felől jövök be sümegre, akkor az a rész, az a Szeszfőzde környéke, az mindig olyan elhanyagolt. Én úgy gondolom, hogy aki kívülálló idegen jön a városba, és meg akarja nézni ennek a csodálatos kis barokvárosnak a nevezetességeit, és bejön sümegre, és akkor látja az elhanyagolt területeket, mert bizony ez a rész itt elhanyagolt, és akkor mindjárt alkot egy véleményt. Tehát egy összképben ez nagyon illúzió romboló, hogy bejövök, és akkor azt látom, hogy bizony két oldalt itt magasan áll a kaszálni való fű, és hát nem is olyanok az utcák, amilyet szeretnénk, úgy gondolom. Itt olvasom sorra a programjában, hogy mit szeretne. Az első az, hogy ez tényleg egy testület vagy egy képviselő el tudja érni ezeket a dolgokat. Itt van benne a belváros rehabilitációtól kezdve a civil szervezetek támogatása. Ha a testület összefogja ezeket, el lehet érni. Tehát én, amiket oda leírtam ebbe a programba, ezek nem olyanok, ami ígérgetésről szól, hanem én ebbe hiszek, hogy ezeket a programokat igenis meg lehet valósítani összefogással. Tehát nem mindegy, hogy kik a képviselő testület tagjai, mert ha közös a cél, vagy legalábbis az elején az ember elmondja, hogy mit szeretne, és ezt tudja egyeztetni a többivel, akkor közösen ez megoldható. Itt igen nagy területet ölel fel a programjával. Ennyi mindennen kell javítani ebben a városban? Hát folyamatos javítás alatt van tulajdonképpen ez a program. Törekszik a jelenlegi képviselőtestület is arra, hogy ez a program azért ez menjen. Én úgy gondolom, hogy folytatni kell ezeket a dolgokat, mert ha megnézzük az összes programot, akkor körülbelül hasonló a célkitűzés mindegyik csapatnál, mert ez a jó irány. Köszönjük szépen! Én is köszönöm! Ahogy
ahogy már megszoktuk, Péter megmutatja, mitől lehet valaki igazi akcióhős. A gigantikus sebességtől. Amikor Péter gigantikus sebességre kapcsol, akkor nem csak ő tűnik hihetetlen gyorsnak, de a vetélytársai is. Gigalassúnak tűnnek. Példa. 45-ös Colt. Nos, ez ugyan több, mint 200 méter másodpercenként, de ez így is kevés. Nem igaz, Péter? Az igazság az, hogy a Diginet 1000 megabit másodpercenkénti gigasebességéhez semmi sem hasonlítható. Magyarország leggyorsabb vezetékes lakossági internet szolgáltatása, Diginet 1000, okos csomagban 2 év hűségidővel, már havi 4690 forinttól. Digi, egyszerű a választás. Sümegiekkel a Sümegért családi napot tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete. Tehát nyilván a vállalkozók is sorolják a problémáikat, hogy miben tudnék én adott esetben, mint egy kormánypárti polgármester, hogyha a választások úgy alakulnak, vagy akár most is, mint kormánypárti politikus a megyegyűlésben segíteni nekik. Az Ajkai Fidesz-KDNP lakossági fórumot tartott szeptember 12-én Ajkán. A rezsicsökkentéseknek köszönhetően itt jól láthatjuk, hogy megfordult a trend. Magyarország fizeti a negyedik legalacsonyabb árat az Európai Unióban a villamos energiáért. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy vitathatatlan eredmény, tehát a rezsicsökkentésünk egy vitathatatlan eredménye, hiszen jelentős előrelépés történt, és fontos felhívnom arra is a figyelmet, hogy ezek az adatok 2013. novemberi adatok, tehát a 2014. évi a villamosenergiának ez évi szeptemberi csökkentése még nincs benne. KEV csinálóként kérem, tekintsék meg a tavalyi fájdalmas szezonja búcsú összefoglalóját. Én már jönnek felelő távolságba, külön egy-egy kóbor imádkozva is kérem. Sümegiekkel Sümegért családi napot tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete, a Polgári Önképzőkör és a Vállalkozói Baráti Kör szeptember 14-én. Sümegiekkel a Sümegért családi napot tartott a Fidesz-KDNP helyi szervezete, a Polgári Önképzőkör és a Vállalkozói Baráti Kör szeptember 13-án. A rendezvény szervezői az időjárás viszontagságban miatt nehezen tudták eldönteni, hogy mely programot tudják lebonyolítani, és melyeket kell elhagyni. A délelőtt 10 órakor tartott értekezleten úgy döntöttek, hogy a koncertek a művelődési központban, még a többi eseményt az intézmény udvarán tartják meg. Vég László, a párt polgármester jelöltje elmondta, a családi nap célja, hogy az emberekkel kötetlen formában tudjanak arról beszélni, hogy hogyan is látják ők a város helyzetét, és milyen igények merültek fel a lakosságban. Mi szeretnénk meghonosítani azt egyébként, hogyha folyamatosan lennének valóban lakossági fórumok, olyan fórumok, ahol az emberek elmondhatják, hát nem ügyes-bajos dolgaikat nyilván, tehát nem elsősorban a személyes bajaikat, hanem az olyan dolgokat, amik valóban a várost is érintik. És ilyen dolgokról beszélgettünk, tehát elsősorban nyilván ez már talán unalmasnak is tűnik, de hát a munkahelyek hiánya Sümegen, erről beszéltünk, hogy vajon milyen lehetőségek vannak, és milyen időn belül munkahelyeket teremteni. Ezt a legsürgetőbb kérdés, ezt ők is így látják, mi is így látjuk. Hát aztán természetesen nagyon sok minden szóba kerül, általában a közművek, az utak állapota. Ugye a csapadékvízről is sokat beszéltünk eddig, a csapadékvíz tényleg a város egy némely részén égető probléma. Itt elsősorban a 84-es feletti területre gondolok, ahol valóban az élet minőséget gyakorlatilag rontja ez a dolog. Tehát a Selkút fölötti terület, a Vadrózsa utca környéke, ezt meg kell oldani nagyon sürgősen, és én ezt meg is ígérem az ott lakóknak, hogy ez nagyon rövid időn, belátható időn belül megoldásra fog kerülni. A 84-es úttal is lennének teendők, gyalogátkelőhelyeket létesíteni, hogyha aluljáróra, új aluljáróra
hát nem is telik, az biztos, hogy egy-két éven belül nem futja. Vállalkozók is sorolják a problémáikat, hogy miben tudnék én adott esetben, mint egy kormánypárti polgármester, hogyha a választások úgy alakulnak, vagy akár most is, mint kormánypárti politikus a megyegyűlésben segíteni nekik. Az eseményen megjelent a képviselőjelöltek egy része is, akiket arról kérdeztünk, hogy miért indulnak el az októberi megmérettetésen. Az én feladatom az iparterület, a mezőgazdaság, a kereskedelemnek a felülvizsgálata, az újjáépítése, az ipari területünknek, az ipari parkával a nyilvánítása. Célom a munkanélküliség csökkentése. Szeretném igénybe venni bizonyos kapcsolatot, amikkel a bizonyos munkai pályázatokat tudnánk érvényesíteni a városban, illetve az egészségügyi és a szociális szférában tevékenykednék. Hogy a kontraszelekciónak és az értékellenes megjelenéseknek ellent mondjak, arra, hogy ne a leggyengébbek kerüljenek ki a különböző szakmákból, hanem olyan emberek, akik bizonyítottak, akik letettek valamit a magánéletükkel, eddigi életükkel, tudták bizonyítani, hogy más is van, nem pedig átlagos zombik induljanak, hanem tulajdonképpen képzett, megbecsült emberek, és azt gondolom, hogy ebbe a csapatba minőségileg kiemelkedő emberek állnak, és ezekkel lehet tenni még valamit, holott sümegnek a helyzete nagyon tragikus, az elvándorlás, az előregedés, a létszámcsökkentés. Bakancsos turizmus, hiszen ezt csinálom, a civil szervezetek, hiszen 94 óta civil szervezeteket vezetek, akkor az oktatás, hiszen 32 éve bent dolgozok, és igaz, hogy az állam az egyik működtető, szakmai működtető, de az intézményeink borzasztó lemaradásban vannak, mind a gimnázium, mind a általános iskola, és jó néhány olyan dologról tudunk, amit változtatni, illetve javítani kellene. Hogy a belváros, főleg a belvárosra koncentrálva tovább folytatódjék a felépítése, újjáépítése. Ezekben szeretnénk részt venni, és még amit szeretnék támogatni, illetve képviselni, ez pedig a sporton belül a labdarúgó szakosztály, valamint a belvárosban élők, vállalkozók és kereskedők, vendéglősöknek a helyzetét meghallgatásban, tehát úgy értem, hogy meghallgattam őket, hogy mik azok, amik hiányoznak még a belvárosból, hogy ők is jobban tudjanak működni, több vendéget tudjunk a belvárosba lehozni. Következő 5 évet nem használjuk ki, akkor végérvényesen le fogunk maradni. Én azt gondolom, hogy a minőséget preferálni és támogatni kell. A családi napon a megjelenteket a szervezők vendégül is látták. Ez a családi nap, mi készül a Bográcsban? Hát amit én kotyvasztok a polgári körösök csapata vezetőjeként, az egy marha és sertés pörkölt, tehát összefett vegyes húsból, vörösborral és vargányával dúsítva. Kinek az ötlete volt? Közös. Mi mindent közösen csinálunk. És már is kezdődik a világhírű tragista. Amíg kint főtt a pörkölt, addig a művelődési házban többek között bohóc szórakoztatta a gyerekeket. Nem vagyok sor! De, itt látható egy világhírű trapista. Sajt! Nem vagyok sajt! Aki a lábával figyel, ti is csinálhatjátok, karikázik a kezével, citerázik, az orrával, orgolázik, a fülével, vikurázik, a szemével, burgulázik, a szájával pedig, következem én, egy világhírű trapista! Nem vagyok sáj! Jó erősen fogjátok? Hol?
estére a szervezők Horváth Csárlit, Delhusza Johnt és Wolf Katit hívták meg. A nagy érdeklődést a jelöltek is kihasználták, és Véglászló vezetésével a Művelődési Központ színpadán ismertették programjukat. Ez a kisvákos jobb sorska lenne érdemes. Ezt régóta mondják, régóta mondjuk mi is, és történt is néhány dolog, de még nem az igazi. Igazából még nem történt meg az az áttörés, ami kéne, hogy Sümeg valóban az a hely legyen, ami megilletné őt a magyar városok rangsorában. Zene, főzés, játék, jókedv, mennyire alkalmas ez a politikára, ez a helyszín? Azt hiszem, hogy a politikára, hogyha legalábbis a politika szót úgy értelmezzük, mint a közügyekkel való foglalkozás, tehát ilyen klasszikus értelemben, akkor nagyon is való. Tehát egy pohár fröccs mellett, egy tál pörkölt mellett el lehet beszélgetni ismerősökkel, régi ismerősökkel, új ismerősökkel a város problémáiról, az élet dolgairól. Én úgy érzem, hogy ebbe a vidéki, kicsit lassúbb tempóba, tehát az élet ritmusba, ez nagyon is belefér, és nagyon is hozzánk illik itt Sümegen a kaszinózó tábla virágvárosához. Az Ajkai Fidesz-KDNP lakossági fórumot tartott szeptember 12-én Ajkán. A rezsicsökkentéseknek köszönhetően itt jól láthatjuk, hogy megfordult a trend, Magyarország fizeti a negyedik legalacsonyabb árat az Európai Unióban a villamosenergiáért. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy vitathatatlan eredmény, tehát a rezsicsökkentésünk egy vitathatatlan eredménye, hiszen jelentős előrelépés történt, és fontos felhívnom arra is a figyelmet, hogy ezek az adatok 2013. novemberi adatok, tehát a 2014. évi a villamosenergiának ez évi szeptemberi csökkentése még mind benne. KEV csinálóként kérem tekintsék meg a tavalyi fájdalmas szezonja búcsú összefoglalóját. Az Ajkai Fidesz-KDNP lakossági fórumot tartott szeptember 12-én Ajkán. Többek között a rezsicsökkentésről, a Panel 3 programról és a társasház kérdéséről tartott tájékoztatót. Szeretettel köszöntöm minket a Fidesz-KDNP rezsicsökkentési fórumán és a kampányító rendezvényünkön. És nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm tehát vendégünket, Asztalos Dávid urat, a rezsicsökkentésért felelős Fidesz munkacsoportjának a titkárát. A rezsicsökkentés ötlete ugye legelőször 2012 őszén jött elő, amikor is elhatározásra került az, hogy Magyarországon a lakosságnak ilyen típusú költségeit jelentős mértékben csökkenteni kell. Ugye az, hogy miért volt erre szükség, azt majd a későbbiekben meg fogjuk látni, illetve el is kezdenénk rögtön az első prezentációval, ahol láthatjuk azt, hogy hogyan alakultak a lakossági földgáznak az árai Magyarországon. Ugye annak idején 2002. májusában 45,36 forint volt egy köbméter gáz, ami 2010. áprilisára 138,92 forintra emelkedett meg. Ugye azt jelenti, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormányok idején többszörösére megemelkedett a lakossági gáz ára, amit jól láthatunk azon az ábrán is, mindösszesen az inflációval megegyező mértékben emelt tovább a kormány 2010-et követően, és még 2010-ben az első kormányzati lépések között volt a rezsiárak tartós és teljes befogyasztása, ami azt jelentette, hogy kizárólag az inflációval megegyező mértékben lehetett megemelni ennek a költségét. Azt követően ugye elindult a rezsicsökkentés, amit jól láthatunk, hogy 2012. decemberében 151,82 forint volt, és utána elindult folyamatosan lefelé. Először jött a 2013. január 1-i 10%-os csökkentés, utána 2013. novemberében 11,1%-a mérséklődött a lakossági gázára, és azt követően pedig ugye most már idén áprilisban, tehát 2014. április 1-én pedig újabb 6,5%-kal csökkent a lakossági gázára. Ez azt jelenti, hogy most jelenleg Magyarországon a fogyasztók
olyan 2007-2008-as árat fizetnek a gázért, ami azért egy jelentős előrelépés ebben a tekintetben. Ugyanezt meg tudjuk vizsgálni a villamos energiánál is, ugyanaz a tendencia tapasztalható meg, tehát 2002-ben viszonylag alacsony, az európai színvonalnak megfelelő értékű villamosenergia ár mellett lett átadva a kormányzás az akkori szociális és szabaddemokrata kormányoknak, és ez ugyanúgy láthatjuk, hogy 2010 április ára rublájára emelkedett meg. Tehát azt még hozzá kell tenni, bocsánat, a gáz árának emelkedéséhez, hogyha picit visszamegyünk, akkor a gázára akkor emelkedett a legdinamikusabban 2006-2010 között, amikor ezt a világpiaci árak egyáltalán, tehát a világpiaci áralakulása nem indokolta ezt a mértékű gázár emelésen, és akkoriban pont egy csökkenés volt tapasztalható. Térjünk azonban vissza a villamosenergiához. Itt ugyanaz vonatkozik a villamosenergiára is, ami a gázra, hogy kizárólag az inflációval megegyező mértékben emelkedett, tehát 2,2%-os emelkedés volt nagyjából 2-3 év alatt, és utána ott is elkezdődött a rezsicsökkentés, aminek a lépését itt láthatjuk. Volt először ugye január 1-i mínusz 10%-os, azt követően 11,1%-kal mérséklődött 2013 novemberében, és ugye most szeptember 1-től pedig 5,7%-a, tehát összességében majdnem a negyedével fizetünk kevesebbet, mint amennyit annak idején 2012-ben fizettünk, de majd onnan mondhatnánk az is, hogy 2010-ben fizettünk a villamos energiáért. Ez egy igen jelentős megtakarítás, főleg, hogyha azt nézzük, hogy 2010-ben Magyarországon fizettük, tehát a magyar fogyasztók fizették Európában a második legmagasabb villamosenergia díjat, ami ugye mégis egy felháborító dolog volt, tehát erről a szintről nálunk csak Csehországban fizettek többet a fogyasztók. Ugye erről a szintről sikerült a rezsicsökkentéseknek köszönhetően, itt jól láthatjuk, hogy megfordult a trend, Magyarország fizeti a negyedik legalacsonyabb árat az Európai Unióban a villamosenergiáért. Ezt úgy gondolom, hogy ez egy vitathatatlan eredmény, tehát a rezsicsökkentésnek egy vitathatatlan eredménye, hiszen jelentős előrelépés történt, és fontos felhívnom arra is a figyelmet, hogy ezek az adatok 2013 novemberi adatok, tehát a 2014. évi a villamosenergiának ez évi szeptemberi csökkentése még nincs benne. Tehát elképzelhető az is, hogyha ezt hozzáveszünk, az Eurostat adatok sajnos még nem jelentek meg erre az időszakra nézve, lehet, hogy Magyarország fogja fizetni a legeslegalacsonyabb villamosenergiárat az Európai Unión belül. De ugye most arra hívjam fel még a figyelmet, hogy az EU28 átlagot, ha megnézzük, tehát az EU átlagon alul fizetünk jóval, tehát jóval alacsonyabb a díja. Ugyanezt tapasztalható a gáznál is, még rosszabb volt a helyzet, a magyar fogyasztók fizették, ugye ezek vásárlói paritáson vannak számolva, tehát az államoknak a jövedelme, tehát a háztartások jövedelme kiadásai mind össze vannak kötve, és az alapján van kikalkulálva, ezek hivatalos Eurostat adatok. Tehát a magyar fogyasztók fizették az egész Európai Unióban a legmagasabb gázárat, és itt is ugyanazt az eredményt sikerült elérni, amit egyébként a villamos energiánál is a második legkevesebb gázárat fizetjük, és abban szinte teljesen biztos vagyok, hogyha kijönnek erre vonatkozóan is az adatok, ugye ez is 2013 novemberi adat, ha erre vonatkozóan is kijönnek az Eurostat adatok, akkor valószínűleg Magyarország fizeti ma már az Európai Unión belül a legeslegalacsonyabb gázárat. Ez ugye nagy eredmény mindenféle képen, de ne felejtsük azt el, hogy további területeken is csökkent a közszolgáltatás díja, hiszen a víz, szemétszállítás, a kéményseprés, szennyvízszippantás, a csatorna és a palackos gáz díja is lényegesen alacsonyabb lett. Ugye tavaly július 1-ével csökkentettük. Amit tudni kell ezzel kapcsolatban, hogy bizonyos városokban, a helyi adottságokban sajnos nem vagyok tisztában ilyen szempontból, de a kéményseprés és szemétszállítás tekintetében volt olyan város is, ahol akár 60%-os volt a rezsicsökkentés mértéke. Ez azért történhetett meg ugye többek között, mert a helyi önkormányzat által meghatározott díj az olyan mértékben
emelkedett, változott abban az időszakban, pedig annyira régre mentünk vissza, hogy 2012. április 14-i árakhoz viszonyítottuk a szemétszállítás díjának rezsicsökkentését, őt egy lényegesen nagyobb rezsicsökkentés következett be. Ugye még azt itt el szeretném ennél a diánál mondani, hogy nagyon sok olyan probléma és panasz érkezett hozzánk a rezsicsökkentésekkel kapcsolatban, hogy van, ahol nem érvényesült, vagy nem teljes mértékben érvényesült. Akár mondhatom bátran, hogy több tízezer panasz érkezett, ezt összességében kell természetesen menni, tehát Németh Szilárd képviselő titkárságára, az Energiahivatalhoz, a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatósághoz, illetve hozzánk a Fidesz frakcióhoz is nagyon-nagyon sok állampolgári észrevétel, panasz, de nagyon sok esetben javaslat is érkezett, amiket figyelembe vettünk a jogalkotásnál is, hiszen így tudtuk azt elérni, hogy minden egyes, még most sem 100%, de azért azt bátran lehetni, hogy 99%, a háztartások 99%-a nagyon nagy százalékában biztosan érvényesül a rezsicsökkentés. Ezt a számot azért lehet elmondani, mert ugye vannak olyan területek, bizonyos például a Honvédelmi Minisztérium, vagy honvédséghez tartozó lakótelepek, ahol még nagy fogyasztóként kapják a társasházak esetleg az energiát, és emiatt ők nem részesülhetnek a rezsicsökkentésben. Illetve a másik nagyon gyakori eset, amire itt is fel szeretném hívni a figyelmet, mert nagyon sok ilyen levél érkezik hozzánk, hogy nem érvényesült a rezsicsökkentés, vagy nem mutatják ki úgy a számlakét, ugye, amit létrehoztunk a számlakét, hogy teljesen egyszerű, egyértelmű és nagyon jól elkülöníthető, hiszen színekkel van megkülönböztetve, hogy melyik közszolgáltatásnak a számlájáról van szó. Azért nem érvényesül bizonyos helyeken, mert a fogyasztó nem az egyetemes szolgáltatás keretein belül veszi igénybe ezt a közszolgáltatást, hanem kilépett bizonyos piacon, a kereskedelmi piacon lévő vállalkozásokhoz. Az egyik ilyen legnagyobb ugye a telekommunikációs cég, aki nagyon sok ügyfelet csábított át az egyetemes szolgáltatásból a saját szolgáltatásába. Ott nem érvényesül a rezsicsökkentés, és ott nem is lehet ezekkel a kedvezményekkel számolni. Ugye ezt mindig el tudjuk mondani, hogy mikor valaki azt látja, hogy nem érvényesül, akkor elsőként ezt érdemes megnézni, hogy neki a szolgáltatója az a Elmű, EON, vagy bármelyik nagy országos szolgáltató, vagy pedig az a cég, aki éppen máson mutatott a telekommunikációs példában kaphatja a számlát. A következő nagy rezsicsökkentés, ugye arról nem volt az elején még szó, ugye ez a távfolynak a rezsicsökkentése, ugye az is csökkent először 2013. január 1-én 10%-kal, majd 2013. november elsőjén ugye 11,1%-kal, és a következő pedig most fog következni, október 1-jel 3,3%-kal fog csökkenni a távfőszolgáltatásnak is a díja. Ugye ennek kapcsán, érdemes azt is megnézni, hogy milyen megtakarítást jelent ez egy átlagos család számára. Ugye jól láthatjuk azt, hogy egy nyugdíjas házaspár, tehát igazából egy kétfős háztartásnál nagyjából az éves megtakarítás távfűtés esetén 78 ezer forint, még ugyanez egy családi házban kétfő esetén 115 ezer forint körül alakul. Itt nagyon fontos azt megemlíteni, hogy ezek a számok átlagos fogyasztás szerint vannak kiszámolva, tehát az lehet lényegesen magasabb, lehet valamilyen alacsonyabb is. Ez mindig attól függ az egyén éppen, hogy fogyaszt, és ugye éves rezsicsökkentést kell nézni. Tehát itt például most a távfűtésre gondolok, amit társasházaknál, vagy panelházaknál mondjuk, hogy ezt is figyelembe kell venni, ami a közös költségben csökkent. Tehát ez az összeg ugye úgy adódik ki, hogy mind általában van a társasházaknak közös víz, hogyha van kert, hogy közös fűtés, közös villamosenergia fogyasztás, azt is beleszámoljuk ilyenkor ezekbe a megtakarításokba. A rezsicsökkentés ugye jelentős megtakarítást jelent a családoknak is. Kimondottan a több generációs nagycsaládokra szeretném felhívni a figyelmet. Voltunk olyan helyen képviselő úrral a főváros 17. kerületében, ahol a család már akkor elérte a 150 ezer forintos megtakarítást, amikor még egy éve nem is volt rezsicsökkentés, és egyáltalán nem nagylából ilyenek egy átlagos 100 négyzetméteres családi ház volt,
egy idős nagypapa, 95 éves egy nagypapa volt, neki a lánya, és a lányának is a lánya, tehát az unokája, és három kisgyermek volt még. Tehát, hogy meglehetősen nagy fogyasztás generálódott, de ugye ugyanezt megnézhetjük akár család, társasházban, panelházban, négyfős háztartás, távfűtése 125 ezer forint, és négyfős háztartás ugye családi házban 165 ezer forint. Összességében a rezsicsökkentésnek számos pozitív olyan eredménye is volt, amelyeket nem biztos, hogy közvetlenül fogyasztóként mindannyian, vagy akár önök is közvetlenül tapasztalatnak, azonban nagyon fontos azt elmondani, hogy a rezsicsökkentések eredményeként jelentősen csökkent a közüzemi tartozásoknak a száma, ugye pont a napokban jelent meg a Magyar Energiahivatalnak a elemzése is, amelyben benne volt az, hogy ugye jól emlékszem, akkor 28 milliárd forinttal csökkent a kintlévőségeknek a száma. Másik eredmény, amit viszont önök is éreznek, hogy rekordalacsony infláció volt, ha jól tudom, akkor 40 éve nem volt ilyen alacsony az infláció, mint amit tapasztalhatunk, illetve a kiskereskedelmi mutatóink is javultak. A rezsicsökkentés folytatásaként annyit szeretnék elmondani, hogy nagyon sok mindent lehet mostanában hallani. Egy a fő cél, hogy a rezsicsökkentés az hosszú távon, illetve ezek a közszolgáltatási árak hosszú távon is fenntarthatóak legyenek, és a fogyasztók minél nagyobb elégedettségével szolgáltassanak a szolgáltatók. Ugye ami most jelenleg a rezsimunkacsoport is tárgyalt, vagy tárgyalni fog, legközelebb is, az a mellékvízmérőknek az esete. Ugye több olyan észrevétel és panasz érkezett hozzánk az elmúlt időszakban, hogy hát ugye a vízmérő vízóra cserénél ugye kérik a díjat. Nagyon fontos, hogy itt mindig el kell választani azt, hogy a fő mérőről van szó, vagy pedig a mellékvízmérőről, ami a lakásban. És a jelenlegi szabályozás szerint a vízszolgáltató addig felelős, amíg behozza a telekre a bekötést, ott elhelyezi ezt az órát, és utána maga a társasháznak döntése az, hogy az alapján kívánja ezt a vízdíjat elosztani, vagy pedig véleményem szerint sokkal jobban, de mellékvízmérőkkel szeretné meghatározni a lakásokra jutó díjat. Ugye ez jelenleg 8 évente kell cserélni, és nagyjából, ha jól tudom, bár közvetlenül még nem érkezett hozzám ilyen számítás, ilyen 10-12 ezer forint egy lakásra nézve. Ezt most vizsgálja a munkacsoport is, illetve a minisztériumnak a főosztály is, hogy van-e lehetőség arra, hogy ezt esetleg ugyanúgy a szolgáltatóra ráterhelni, de az ő költségeként elismerni. Ugye minden más területen jelenleg úgy van a szabályozás, hogy a szolgáltató az, aki ezt a díjat átvállalja. Amiről mostanában ugye még lehet hallani, ez az ipari rezsicsökkentés, tehát a vállalkozások számára ugye a rezsicsökkentés. Ez nagyon nagy hatása, illetve jelentős hatással lenne ugye a gazdaságunkra, és ezt a miniszterelnök úr is elmondta a beszédében annak idején, hogy kiemelt fontosságú az, hogy milyen magas energiát fizetnek nem csak a lakosság, hanem a vállalkozások is Magyarországon. Ez jelentősen segíti a versenyképességünket, hogyha a vállalkozások egy alacsonyabb energiaárral számolhatnak a vízszinten. Ő Péter sajnos nem éppen akcióhős alkat. Nagyon szeretne kitörni, de a kezdő lendülete mindig hiányzott. De majd most! Mekkora a sebességetek? Péter már megízlelte a száguldás örömét, és bátran ajánlja a másodpercenként 1000 megabites gigasebességet, Magyarország leggyorsabb vezetékes lakossági internet szolgáltatását. Diginet 1000 megabit per szekundumos internet már havi 4690 forinttól. Okos csomagban, TV és telefon mellé rendelve. Részletekért hívja a 1272-t vagy kattintson. Digi. Egyszerű a választás.
9. alkalommal kerül megrendezésre a gyalogos zarándoklat Sümegre, a fájdalmas szűzanya búcsójára szeptember 19-e és 21-e között. Kevcsinálóként tekintsenek meg a tavalyi eseményről egy összefoglalót. Szeretettel köszöntöm horvát nyelvű testvéreinket, és a kedves horvát atyát, aki velem együtt misézik, valamint a Balaton Almádiból 10 évvel ezelőtt már megszervezett és minden évben megújított gyalogos zarándokokat, akik ezt a 10 évet most ünneplik, dr. Szabó Tamás és köre indított el, ebből nőtt ki a Mária út. És mindenki szeretné testvéri szívvel megölelni azzal a szeretettel, amely Krisztustól kaptunk. Az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. A szent misztériumok megünneplésére. Vezessen el az örök életre.
és a tanítványok is szeretett, így szólt anyjához, asszony, íve a te fiad. Aztán a tanítványhoz szól, íme a te anyád. Attól az órától fogva, házába fogadta őt a tanítvány. Ezek az evangélium igény. Časa uze učenik sebi, riječ Gospodnja, slava tebi. Kedves testvéreim, akik itt vagytok, akik a Mária Rádió keresztül hallgattok. Az Istennel való kapcsolatnak fokozatai vannak. A szolga azt teszi, ami a kötelessége. De ha igazán szólt, akkor már várom urára. És átmehet egy második állapotba, gyermek lesz, fiú lesz, Istennek a fia. De ez sem az utolsó állapot, hiszen azt mondja az Úr, barátaim vagytok. A barátság abban áll, hogy tudom, hogy mit tesz az én Uram. Ez sem az utolsó állapot a lélek és Isten között, hanem a jegyesség. Kölcsönös szeretet. Testvéreim, a kereszt alatt ott állnak Isten ellenségei. Mert hogyha a szolga csak szolga akar maradni, akkor lecsúszik ellenségét. Emlékezünk a példabeszédre, Jézus mennyegzőre hívja az emberiséget. Nem akarnak jönni, és harag és erőszakosság támad a szívükbe, és összeveri azokat, akik mennyegzőre hívják az emberiséget. Igen, testvéreim, óriási tárgyatok állnak előtt. Ezek az emberi viszonyok tükröződnek az Istennel való viszonyukban. Egy-két megjegyzést kell tennem. Ez nem az emberi viszonyok kivetítése az égre. Fordítva van. Mert a láthatatlan világból lett a látható. Tehát annak a bizonyos tudósnak, aki azt mondja, hogy a vallás projekció kivetítés súlyosan téved. Ő van kivetítve. Az isteni szeretet hozta létre. Ugyanakkor vigyázni kell arra is, mert ezek az emberi viszonyok, szolgai, fiúi, baráti, jegyesi, nyilván túlhaladják ezeket a kategóriákat, amikor Istennel kapcsolatban lép a lélek. Aztán gondoljuk meg, hogy Isten emberé lett Krisztusban. Hogy azért az ő szívébe átírte ezeket a kapcsolatokat, ezeket az állapotokat meg is szentelte. És Isten kezdettől fogva lelki házasságra, szent jegyességre, frigyre hívja az emberi lelket. Gondoljunk csak arra, hogy Isten az Ószövetségben kinyilvánítja az énekek énekével, hogy számít az ember szeretetére. És az Úr Jézus beteljesíti az Ószövetséget, és nem mellékes, hogy azt mondja, hogy itt a bőlegé. Itt van Isten. Egy végső kapcsolat kezdődhet Istennel. Persze mindig kezdettől fogva erre hívta az ember. De a bűnbe esett ember elszakad, és ezért most fokozatosan hív bennünket, de jaj, testvéreim, amikor egy keresztény ember megmarad szolgának, vagy csak megmarad gyermeknek, hogy vesz részt az a misén? Hiszen az utolsó vacsorán hangzott el, nem nevezlek már titeket szolgáknak. Barátaim vagytok, mert minden tudtulatlan nektek. És hát Jézus Krisztust, amikor magunkhoz veszünk a föltámadottat, micsoda egyesülés ez az Istennel.
Nézzük csak ezt sorba. A szolgai állapot. A szolgai állapot, mint Istennel való kapcsolat. Egy gazdag ember különböző órába fogadta a szolgákat az ő szörnyébe. És hát az utolsó órába is kimegy a piacra, ott ácsolognak az emberek, és felfogadja azokat, akik csak egy órát dolgoztak, de mindenki ugyanannyit kap. Testvérek, nagyon vigyázzunk. Az evangéliumok főszereplője Isten. Emberi nyelven beszél, de figyeljünk oda, amikor egyszer a szövegben hasadás, egy rés, amit az ember már nem ért meg, arra kell figyelni. Ott belép az Isten. Hát hogy lehet az, hogy aki egy órát dolgozik, ugyanannyit kap, mint a többi? Mert Jézus nem tud mást mondani. Mert a bér az nem pénz lesz, hanem Isten önmagát adja. És amikor az első órában meghívottak, méltatlankodnak, azt mondja, rossz szemmel nézed, hogy én jó vagyok. Nem nősz fel az uradnak a színvonalára. Azt egy második példabeszédre is emlékezünk, ha megteszitek mindazt, amit parancsolnak nektek, azon ne kérkedjünk. Azt mondja az Úr, csak azt tettem, ami a kötelességem. Ezt mondja az Úr. Nem tettél többet. Nem hagyja meg Isten, ha megszakadunk a munkába. Az a kötelesség. Örüljünk, hogy tehetünk valamit, ami meghatja őt. Amikor az a kis szolga, már régen befejeződött a munkaidejét, várja az Urát haza. Elmúlik éjfél. Már a kakas is kukorékolt. Már talán pirkad. És ott van el a szolga, nem a szolga, az ember. A világ mindenségben. És várja az Urát. Meghatja Isten. Az Istenség mélységeig megy valami. Több, mint érzés. És azt mondja az Úr Jézus, bizony mondom nektek, ő szolgál fel neki, az Úr, a kis szolgál. Ez történik az utolsó vacsorán, a misébe. Úgy vagyok köztetek, mint a szolga. Látjátok, drága, szeretett testvéreim, hogy a szolgai állapotból át kell menni egy gyermeki állapotba. Amikor ennek az Úrnak a szolgája a gyermeke lesz. Ez az a történet, ami a legszebb történet. Enélkül hiába járunk misére. Nem értünk semmit. Ha belül nincs ez a változás, az Úr Jézus azt mondja, hogy nyugodtan nevezzétek Isten Apa, Apának, Édesatyának. Bizony, a szolgai állapotból Isten fiainak szabadságára kell átmenni. Milyen ez a fiúi állapot? Erre hívta Izrael Isten. De ezt valósította meg Jézus Krisztusban. És a tékozló fiúról szóló példabeszédet sose tudjuk egészen megfejteni. A kisebbik fiú kikérte a vagyonát, és eltékozott, elment. A nagyobbik otthon maradt. És mikor minden eltékozott, már megkívánta a vízdunkeletelét is. Atyám házában hányan vannak, akik duskálnak, én meg itt éhezek. Fölkelek is atyámhoz megyek. Hát nem igazi bűnbánat ez, de mégis elindult. Mégis elindult. Na most ez az apa azért nem elejétől végig az Isten képmása, vigyázzunk. Hát sose adok még egy gödörét se a nagyobbik fiának, hogy mulassatok. Nem emelte őket fel a fiúi állapotból egyfajta barátságba. A példabeszéd ott lukadt ki. Egy rés lesz ütve az emberi beszéden és a világ mindenségen, amikor hazajön ez a fiú. Aki elmondja jól betanult szöveget, hogy Atyám, védkeztem ellened és az ég ellen, már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevez, mert tudja, hogy nem lehet rekonstruálni egy emberi kapcsolatot. Nem. Csak szolgálnak volt. És akkor mit tesz ez az Atya? Nem tud szólni.
átveri. Ebben a pillanatban ez a palesztin zsidó paha, akiről szól, nyitott ajtó lesz, és Isten belép a családba. Egy új világ, az irgalom világa teremtődik meg körülötte. Tehát, hogy azon nyafogunk, hogy Isten nincs ebben a világban, akkor te meg én vagyok a bűnös, mert nem engedjük belépni. Csak az ember által tud belépni, mert az ember maga egy rés a világ mindenségén, a szabadságával, mert a szabadság nem evolúciós termék. A szeretet nem alulról való, hanem Istentől. És nem engedjük belépni ezt az irgalmat. És igaza van ennek a fiúnak, egy megtört kapcsolatot nem lehet visszaállítani. Amikor sírva jönnek házasok, hogy hát szétmény, de szeretném visszaállítani, nem lehet. De följebb léphettek az irgalom világába. Több leszek, mint eddig voltak. Istenbe merülve megnevezhetetlen lesz a másik. Engedett, hogy az Isten irgalma átömöljön a másik felé. És ezt a nagyobbik fiú érintli. Ki ez? Minden eltékozott rossz nőkre, utcanőkre. Itt azért olyan megjegyzést tesz Jézus a kortársakra, és ők a nagyon vallásos farizeusok csikorgatják ott a fogukat, ők is szívesen elmennének, tehát lélekben már is mentek. Ez a nagyobbik fiú, ez lezüllött a szolgálatotára. Ez nem fiú. Hiszen azt kell mondani az apjának, hogy fiam, nem szolga vagy. Ez a te testvér, aki meghal, de életre kell. Igen. A korabeli zsidóság, és sajnos keresztények is tudunk ilyenek lenni, hogy az Isten egy nagyobb irgalmára, amikor jobban be akar lépni közénk, akkor mi ellenállunk, mi maradunk ott, ahol vagyunk. Mi vagyunk az Isten fiai, de mit akar ez a csavargó? Nem, ekkor már lezülettünk a szolgálatotára. A visszafogadott fiú pedig már nem fiú, azt nem lehet visszaállítani. Barátja lesz az apjának. És az Úr Jézus mikor mondja ezt a legszebb szót, amit ma mit nem találnak meg ma? Nem neveznek titeket szolgálatnak. Barátaimat, mert mindent tudtul adtam neked. Mi ez a minden? A Szent Háromság. Hogy Isten nincs egyedül. Hogy lehet akkor Isten szeretetre egyedül van? Az egy isteni pokol lenne. Isten azért tud kifelé szeretni minket, mert befelé szeretett. És én tőle jöttem ki, mondja Jézus. És az Atya is küldi a lelket, és én is küldöm. Minden, keresztény testvérem, minden tudsz. Krisztus gondolatainak birtokában vagyunk, ahogy mondja Szent Pál. Erről a színvonalról nem szabad leesni, sem a kísértések idején, sem akkor, amikor rázódulnak pletykák, rágalma, megoldhatatlan feladat, szétment házasságok, gyerekeknek a más útra való térése. Ez a minden kell, hogy megvilágosítson, hogy fölemeljen. Barátja vagy az Istennek. Hogy beszélsz? Sokszor mondják azt, hogy nem tudom a rózsafüzért mondani, hát én se sokszor. Mind a hárman mondom el, és annyiszor máskor jár az eszem. És rájöttem, hogy hála Istennek, hogy szórakozó vagyok. Ezzel lehetne megtanulni imádkozni, ahol az eszem jár, most abba jön a rózsafüzét, és kezdek beszélni az Istennel. És nem csak úgy, hogy atyám, hanem úgy, hogy testvérem, barátom Jézus, hát ilyen vagyok. Hát látod, hogy hol van a szívem? Könyörülj meg rajta. Igen. De barátai vagyunk csak az Istennek. Egyébként az Istennel való kapcsolat minden emberi kapcsolatot valahogy fölülmúl. Mert a barátságban van egy csoda.
ritka. Egy kölcsönös kiválasztódás. Nem rokonok, nem testvérek. És mint nagyszent Vazil és Nazianzi Szent Ember, egy lélek lettünk. Csoda! És az Úr Jézus azért ezt is, itt is részt űz. Nem így vagytok barátaim. Barátaim vagytok, de én választottalak titeket. Nem ti engem. Nincsen kölcsönösség. Én mentem el a vámasztal mellett és szóltam. És te felálltál, Máté. Én láttalak meg a fügefán, és szóltam, hogy nálad akarok megszállni. És te szédülve az örömtől ott hagytad a bankodat, Zakeus. És elsírtad magadat. És Péter, és András, kik voltatok ti? Én választottalak ki titeket. Hát igen, de ez nem a legfelsőbb kapcsolat. Ez egy oldal. Csodálatos, hogy Isten barátjává tesz engem. De az igazi házasság, az valamivel több. Azt írja Gondos Grünkut László. Akkor beszélhetünk igazi házasságról, amit az Isten talál ki, amikor a hitvesek közül az egyik odaadja a másiknak a boldogságát. A szabadságáról igenis lemond, mert a szabadság arra van, hogy a szeretetben befusson. A szabadság nem választási képesség a jó és a rossz között, mert akkor Isten nem lenne szabad, ő nem tud rosszat tenni. Hanem a szabadság az a szerető képességünk alkotó eleme, ami nélkül nem tudnánk szeretni, mert gép lennénk. Tehát amikor egy végső szeretettel találkozom, akkor nem elvesztem a szabadságomat, hanem befut a végső céljához. És az igazi házasságban az egyik azt mondja és azt teszi, hogy a boldogságomat és a boldogtalanságomat a kezedbe helyezem. Az önző ember képtelen a házasságra, szüzességbe is nyilván Istenhez való kapcsolatra. Miért? Mert a másik által ő akar boldog lenni. Ott kezdődik, hogy én akarom a másikat boldogítani, de akkor sem beszélhetünk igazi házasságról, írja ez a filozófus, amikor a hitvesek közül az egyik rendíthetetlen nyugalomban él, olyan boldogságban, mert se nem növelhető, se nem csökkenthető, eképpen a másik jólétét akarja, de nem vár tőle semmi. Mit használ a másiknak, ha szereti? De ő semmit nem ajándékozhat. Semmivel nem teheti boldoggá a társát. Az igazi házasság lényege, hogy két személy a szabadságáról lemondva, magát a másik hatalmába adva, a boldogságát a másiktól teszi függővé. Igen, nem igazi házasság, ahol csak adni akar, de ugyanazt a teljességet nem várná szoronló szívvel. Ebben áll Istennek a lélekhez való viszonya. Azért gondolj bele, ez a kölcsönösség megrendi. Hiszen Istennek nincs szüksége a világra, akkor nem lenne Isten. Ő a létteljesség. Nincs szükség egyetlen angyala és emberre sem szeressék. Mert ha szüksége lenne, akkor a panteista vallásnak lenne igaz, hogy úgy kiáradt a világra, mert nem tudott magába lenni. Ó, Beata Trinitas, ó, boldog Szent Háromság! Öröktől fogva mindenki, minél tudunk megvan. De, és ez a kinyilatkoztatás, amire filozófus rá nem jötte, elhatároztam szomjazni a barnánk. Ez a teremtés. És a megtestesült örök igével Jézus Krisztusba teremtett. És Jézus Krisztusban az Isten szomjazik ránk. A kereszten is ezt kiáltotta, szomjazom, de nem akar inni.
Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik, mondja az Atya. Az Atya várja a názareti Jézus minden megnyilatkozását, szomjazik Jézusra, a 12 évesre, a munkás Jézusra, a böjtölőre, az igehirdetőre, a szenvedőre, a meghalt Jézusra, a föltámadt Jézusra. De Jézus emberi szíve is az Atyára szomjazik és éhezik. Azt mondja, van kegyelem, amelyről ti nem tudtok, Atyám akarata. Isten belső élete a megtestesülésben, szabadon egy ember utáni szomjúságba alakult, és egy ember Isten utáni szomjúsága tört fel Jézusban is. Testvérek, megrendítő, amikor a katekizmus a legmélyebb emberi tevékenységre, az imádságról szól, ilyet még nem olvastam. A két szomjúság találkozásáról beszél. Istennek az emberre való szomjúsága találkozik az ember szomjúságával, aki Istenre szomjazik. És ezt írja a katekizmus. Ha ismernék Isten ajándékát, mondja Jézus a szamáriai asszonynak, te kérnél tőlem. Az imádság csodája épp itt mutatkozik meg a kútnál, ahol a vízért megyünk. Ott, ahol eljön Krisztus, hogy minden emberrel találkozunk. Ő keres minket elsőként, és ő az, aki inni kér. Jézus szomjazik. És ez a mondat, ez iszonyatos. És végtelen öröm. Jézus szomjazik. És kérése Isten mélységeiből jön, aki vágyakozik után. Akár tudjuk, akár nem, az imádság Isten és a mi szomjúságunk összetalálkozása. Isten szomjazik rám, hogy mi szomjazunk utána. Inkább te kértél volna tőle, mondja szamáriai asszony, és ő élő vizet adott volna neki. A kérő imádságunk paradox módon már válasz. Válasz az élő Isten panaszára, hogy elhagytak engem az élő vizet forrását, hogy ciszternákat ássanak maguknak, ciszternákat, amelyek megrepedeznek. A kérő imádság már válasz, a hit válasza a megváltás ingyenes ígéretére, a szeretet válasza az egyszülött fiú szomjúságára. Testvérem, megértjük ezt? Egy Isten szomjazik arra, hogy szeresd. És ott áll valaki a kereszt alatt, aki ezen a színvonalon él, az ő van. A kegyelemmel teljes. Nem csak szolgáló leánynak nevezi magát, nem csak Isten gyermekének, nem csak Isten barátjának és az örök fiú emberi szülőjének, hanem a Szentlélek jegyese. Hol vannak itt a napi gondok? Vannak is beszélnek. Hol van itt a temetés, a halál és a szenvedés? Van rettenetés. De Isten szomjazik rá. A te szereteted. Nem a tulajdonságaidra, mert ezt ő adta. Isten nem érdekli azt, hogy csinos vagy, erős vagy, zeneileg tehetséges. Remek festő, ezt azért kaptad, hogy másoknak segíts, hanem te rád, a személyedre szomjas. Arra a szegény, semmit nem birtokló, a semmiből előhívott valakire. Itt minden vallásnak vége van. Ez nem vallás. Ez valami végtelenül több. Erre hív minket Jézus. És ezért teszi ezt a szövetséget, mikor haldokolva ránéz Jánosra, imád te anyád. És az édesanyjára is, imád te fiad, attól a házától, attól az órától házába fogadta a tanítvány. Hát ez a testi olvasat. Lelkileg János lépett a Mária házába, hogy megtanulja, ez az utolsó vacsorából jött Isten barátja, hogy jegyessé kell lenni, hogy kölcsönös a szeretet.
hogy Isten belső élete, ami az Atya és a Fiú között áramlik, a Szent Lélek, kiáradt a szívünkbe, hogy Isten ugyanúgy viszont tudjuk szeretni az ő fiában, mint az ő fia. Ez a misének a csúcspontja, ő általa, ő vele és ő benne a tiéd, minden Atya Isten, Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség. És Isten erről az oltáról, ezekből az emberi szívekből, akik itt vannak, és a világból, az ő Szent Fia által szomja azzal te szeretetedet. Testvéreim, olyan szörnyű, hogy mi keresztények nem szeretjük az Istent. És azt mondja a Kulászka, aki nem szereti Istent, az ateista, annak nincs Isten. Jegyes védem, a legmagasabb misztika, nem a látomás, hanem ez a viszony, amit pünkösd óta, keresztségünk óta megvalósított bennünk az Úr, mert megkaptuk az Atya és Fiú között állandó Szent Lelket. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek, most is mindenekkel örökké. Amen. Magunkhoz téve örök megváltásunknak szentségi ajándékát kérve kérünk Istenünk, hogy akik a boldogságos Szűz Mária fájdalmára emlékeztünk, az egyház javára testünkben kiegészítsük azt, ami még hiányzik Krisztus szenvedéséből, aki él és uralkodik mindörökkön örökké. Amen. Adj áldást, Atya! Az ő kegyelmével és ember szeretetével mindig most és mindenkor és örökkön örökké. Amen. Kedves testvérek, a könyvénes már elindult, csatlakozunk hozzá. Gyula búcsúvezető testvéremet és Ferencet kérem, hogy egymáshoz megfelelő távolságban külön egy-egy csoport imádkozva és kérem. Thank you.
megköszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok. Tartsanak velünk hétfőn és szerdán 18 órától az ismétléssel, szombaton 16 órától pedig a külön kiadással. Viszontlátásra!